14 éves. Itt vagyunk egy esküvőn, ahol pár perccel ezelőtt egy nagyon sikeres előadást tartottál. Ez mennyire gyakori nálad? Hát mostanában egyre gyakoribb, több helyen zenélek, és jók a visszajelzések idáig. Mikor kezdtél el gitározni? Hát nagyjából egy fél éve kezdtem el gitározni, és az éneket is egy fél éve csinálom. Én a féltestvérettől azt hallottam, hogy ő a kertben figyelt fel rád, tehát ő kiment meghallgatni, hogy ki énekel slágereket, és hát kiderült, hogy te voltál. Hogy jött ez nálad? Hát igazából a WC-ben kezdtem el énekelni, nem a kertben, de nem tudom, egyszerűen a suliban mindig szivattak, ugye mindig énekelek, és most eljött ez a pillanat, amikor már otthon is, és ugyan a család egyre jobban húzott magával, hogy énekeljek és csináljam, mert hogy jó, vagy se tetszik nekik, és beírat a zeneiskolába is, és így ennyi. Azért egy kicsit én kételkedem ebben. Tényleg fél éve kezdtél el gitározni? Tényleg fél éve kezdtél el gitározni. És hogy lehet ilyen gyorsan, ilyen jól megtanulni? Sok óra, sok. Tanulni kell, ennyi. Azért mondjuk, ha én elkezdenék gitározni, akkor valószínűleg fél év alatt nem jutnék el erre a szintre. Korábban csináltál, vagy zenéltél valamit, énekeltél? Soha nem zenéltem idáig. Hát egy fél éve csinálom ezt csak. És mik a kedvenceid? Mit szeretsz énekelni, zenélni? Hát a reggae stílus szeretem a legjobban, Bob Marley-t, Jason Mraz, Train-t, sok külföldi előadót inkább, mint magyart. Ismerősöd azt mondta, hogy remixeled is a számokat, illetve átdolgozod a saját ízed szerint, ez igaz? Igen, mert van egy-két szám, ami nem nekem megfelelő, de mégis meg tudnám valahogy csinálni, akkor egy kicsit dolgozzatok rajta, és utána jó. Mit jelent az, hogy nem megfelelő neked? Hát, vagy nem jön be, vagy a szövegen kell változtatni, vagy egyéb dolgok. Szoktad rögzíteni azokat, amiket elénekelsz, illetve csinálsz? De ritkán szoktam rögzíteni, inkább csak poénból, hogy röhögjek. Röhögjünk egy kicsit a haverokkal, ugye. De csak velük szoktam, magamtól sose. Itt teljesen lenyűgözted az esküvő közönségét, és igazából most rokonok is vannak, ugye? Igen, igen, rokonok. Család, barát, mindenki itt van. Ha valaki szeretne téged elhívni, hogy zenélj, akkor ez megoldható? Persze, hogy megoldható, bármikor. Hány számból áll a repertoárod? Hát, 30 körülbelül. Amit úgy bármikor, bárhogy, bármilyen pillanatban eljátszok. Most körülbelül 5-5-szörre kérdezek vissza. Fél éve kezdtél el gitározni, énekelni, és most 30 számot eljátszol? Pontosan 30 számot játszok el, amit úgy. De ha már ilyen sokat, akkor miért nem mondjuk 200-at? Hát, mert az rövid az idő, hogy ennyi mindent tanuljak meg. Magyar számokat is játszol? Magyar számokat is játszok, igaz, ritkán, de hogyha úgy adódik, akkor kell, és akkor csinálom. Jó, akkor egy picit azért térjünk erre vissza. Mennyi gyakorlás kell ehhez, hogy valaki ilyen szinten játszon, és te mennyit foglalkozol a zenével naponta? Hát egy héten körülbelül 5-ször vagy zeneiskolában, az minden nap, és 3 órát vagyok benne, az alatt lemegy a szolfés, zongora, meg egy gitár, és még ének is különböző napokon, majd egy hétvégén. Nevezzük meg azért a zeneiskolát is. A Rajkó Zeneiskola. Ezt mikor döntötted el, hogy te ide szeretnél menni, vagy ezt nem te döntötted el? Hát nem én döntöttem el, az iskola döntött el, ahol járok, és ő szponzorál engem, ők fizették a zeneiskola árát, mert hogy tetszett nekik, és gondolták, hogy akkor beiratnak, és hogy jó lenne, ha menne. Ők mire figyeltek fel? Hát az első évzárón, amikor gimis voltam, akkor mondták, hogy énekeljek valamit, majd hallottak énekelni, az énektanárom is mondta, hogy jó lenne, ha, és játszottam nekik egyet, és hát azóta így van, nem hagynak is minden sulis rendezvényen, tábor, egyéb dolgokon hívnak zenélni. Szeretnél a zenével foglalkozni a későbbiekben? Persze, hogy szeretnék, ha már ennyi energiát
fektetek bele, akkor szeretnék. Akkor most egy próbáld megfogalmazni nekem, hogy hova szeretnél eljutni a zenével, illetve a gitározással, énekléssel. Hát, külföldön szeretnék azért egy hírnevet, nem ártana, jó lenne. Ez csak így még állom, de hát, hogyha folytatom és valaki rám talál, akkor egyszer csak sikerül. Hát azt hiszem, hogy 14 éves vagy, tehát előtted még az élet szemtelenül fiatal vagy, úgyhogy sok sikert kívánok. Szépen. Sometimes I go out by myself.